Na szevasz, elmondom, mi lesz ebben a videóban. Az első részben felfedem a nagy titkot, amiről soha nem beszél egyetlen nagy gitáros sem, két okból kifolyólag. Egy, nem akarják, hogy te is olyan jó gitáros legyél, mint ők. Kettő, nem akarják, hogy továbbad, és mindenki más is ugyanolyan jó gitáros lehessen, mint ők. De most lerántom a leplet, és két hét múlva te leszel az egyik legnagyobb gitáros. A második részben pedig arról a módszerről lesz szó, amit több évszázados pályafutásom alatt fejlesztettem ki, és szerényen isteni módszernek kereszteltem el. Ehhez képest a klasszikus, hagyományos módszerek fapatkát sem érnek, sőt, egyáltalán nem is működnek. Igaz, hogy 6 millió kiváló gitáros tanult meg rajtuk játszani, de ezek akkor sem működnek, ez van, hiszen minden ember teljesen egyforma, minden ember teljesen egyformán gondolkodik, tehát mindenkinél csak is ez az egyetlen egy módszer jöhet szóba, és csak is ez működhet. Na de komolyra fordítva a szót, időről időre a gitárosokban felmerülhet az a kérdés, hogy vajon számukra melyik az a legideálisabb módszer, vagy inkább rendszer, amivel a legkönnyebben átláthatják a gitárnyakát, illetve megérthetik az összefüggéseket, vagy mondjuk improvizálásból milyen úton induljanak el, vagy hogyan gondolkodjanak. Na hát, ezekről beszéljünk majd kicsit. Na hát először is érdemes magunkat nagyjából kiismerni, hogy hogyan is működünk, illetve mondjuk hogyan tanulunk a legkönnyebben. Például meg lehet figyelni, hogy amikor nyelveket tanulunk, akkor mindenki egy kicsit másképpen közelít, másfelől. Valaki például abban hisz, hogy először mondjuk a nyelvtan tanulmányozza, az ott összefüggéseket próbálja megérteni, és aztán arra építi rá a többit. Valaki mondjuk filmeket néz, vagy éppen fordítgat. Valaki tanárhoz megy, valaki egyedül tanul, valaki mondjuk egy anyanyelvi környezetben fejlődik a legkönnyebben, és ez ugyanígy működik a zenében is, szóval meg kell találnunk a számunkra megfelelő megközelítést. Ugye nyilvánvalóan egy adott módszer nem működhet mindenkinek, mert hogy teljesen másképpen gondolkodunk, máshogy közelítünk, úgymond máshogy vagyunk bekötve, és hogyha mindenáról ragaszkodni akarunk egy adott úthoz, az lehet, hogy sokkal több problémát okoz, mert ugye át kell teljesen állítani a gondolkodásunkat, mint hogy inkább megkeresnék a számunkra megfelelő megközelítést. Hogyan keressünk? Hát ugye nyilvánvalóan próbálgatni kell, és amelyik bejön, az lesz a számunkra megfelelő. Kipróbálnak egy módszert, hogyha működik, akkor ez egyből működni fog, hogyha viszont nem, mert mondjuk úgy érezzük, hogy nem tudunk hozzá annyira kapcsolódni, nem igazán tudjuk megfogni, megérteni, nem nagyon fejlődünk, akkor lehet, hogy érdemes egy másik utat keresnünk. Ugye az egyik klasszikus kérdés, hogy érdemes-e tudnunk a hangokat a gitárnyakán. Itt most ugye felsorakoznak szépen az érvek és az ellenérvek is. Az érvek mellett az szól, például, hogyha valamit lefogunk, akkor ezt mindig pontosan tudjuk, hogy milyen hang. Oké, de erre azt mondják az ellenérvesek, hogy ugye már hát úgy sincs arra idő, hogy folyamatosan gondolkodjunk játék közben az, hogy milyen hangokat fogunk, hogy ez a hang ez benne van a hangnembe, vagy nincs, hány keresztes ez a hangnembe, vagy melyik foka pontosan, milyen hang közt fogunk, milyen hatása van, és mi van, ha mondjuk két ütem múlva egy hangnemváltás, vagy egy kiugró akkord, és már is borul az egész, teljes káoszban. Ez is igaz lehet. De magam részéről, bár ugye nyilván ismerem a hangokat, mert hát már nem sokat foglalkoztam vele, például egy elemzésnél vagy valamilyen elméleti gondolatmenetnél kifejezetten hasznos, hogyha látom, hogy az adott hang az micsoda. Viszont el nem tudnám képzelni azt, hogy játék közben folyamatosan gondolkodjak ezeken. Valahogy a számomra túlságos innen természetellenesnek, meg mesterségnek tűnne. Valamiért számomra inkább az a hallás alapján való játék működik a legjobban. Sokszor egyébként ilyen logikai úton is teljesen jó felmérhető, hogy hasznos lesz a számunkra valami. Például tegyük fel, hogy Fismo hangneme vagyunk, és mit tudom, itt egy hang. Első lépés, meg kell néznünk, ez milyen hang. Ez egy B hang, oké. Okay. Második lépés, meg kell néznünk, hogy ez a Fismo skálában vagy hangnemben egyáltalán benne van-e. Itt kell egy kis számolgatás, egy kis agymunka, oké, hát ez benne van. Aztán harmadik lépés, meg kell néznünk, hogy ez a Fismo hangnemben vagy skálában pontosan hányadik fok. Megint egy kis számolgatás, ez a negyedik fok. Na hát ez három lépésben jutottunk el ide, és azért kellett némi agymunka. Ellenben, hogyha például klasszikus relatív hangközképekben gondolkodunk, vagy ha ezeket ismerjük, akkor már kapásban látjuk, hogy ez egy kvárt hang, ez egy negyedik fok. Tehát gyakorlatilag egyetlen lépésben eljutottunk ugyanoda, ráadásul mindenféle számolgatás nélkül. Úgyhogy hát fel lehet mérni, hogy számunkra vajon melyik lesz a könnyebb út. Természetesen másik is ugyanúgy működhet, hogy már valaki könnyen és gyorsan számol ebben. Tehát ugye mindig érdemes megnézni, melyik lesz vajon számunkra gyorsabb. A gitár az egy vertikális hangszer, nem olyan, mint például a zongora, ami egy ilyen horizontális, ahol ugye szépen sorban jönnek egymás után a hangok. Ugye a gitáron általában nem így játszunk. Így is lehet, de azért általában nem így játszunk, például nem így játszunk végig egy skálát, hogy... hanem ehelyett... egy fekvésbe rendezzük, tehát a gitár az egy ilyen fekvésorientált hangszer, ezt kár lenne tagadni, és kár lenne nem kihasználni. Sokan mondják például, hogy nagyon könnyű beleragadni egy bizonyos ilyen skála boxba, vagy skála újrendbe. Nézzük meg, hogy tényleg így van-e. Hogyha mondjuk van olyan gitáros, aki szándékosan, folyamatosan egyetlen egy újrendben játszik leföl, és nem hajlandó ebből kilépni, na hát arra mondhatjuk, hogy hát ő tényleg beleragadt egy új rendbe.
Na de mennyi idő ebből kilépni? Gondoljuk csak bele. Tehát mennyi idő volt például megtanulni annó ezt a lábpentatont? Szerintem ezt nagyjából mindenki 2 perc alatt megtanulta. Hogyha ugyanennyi időt szánnak mondjuk a második, harmadik, negyedik, ötödik újrendeknek, akkor nagyon hamar le tudnak vele fedni az egész nyakat, és onnantól már csak egy kicsit össze kéne gyakorolni az egymás melletti újrendeket, és akkor nagyon szépen spontán, könnyedén tudnánk köztük közlekedni. Tehát ez nem lehet egy valódi probléma, és nem egy iszonyatosan hosszú folyamat, ez viszonylag ilyen könnyen realizálható történet. Ráadásul vannak olyan gitárosok, például Stevie Ray Vaughan, aki az életművének a 80%-át eltöltött egy egyszerű lábpentatonban, és mégis milyen klassz dolgokat csinált. És lehet rá azt mondani, hogy egy unalmas gitáros volt, aki beleragadt és kell a dobozba, ugyan már? És még lehetne szépen sorolni a további példákat. Szóval egyetlen egy újrendben is lehet nagyon izgalmas dolgokat csinálni, nem feltétlenül kell állandóan fekvést váltani, ez csak egy lehetőség. Például nagyon sokszor egy fekvésváltós licket meg lehetne akár egy fekvésben is oldani, például itt maradva. Beszélek most egy kicsit egyfajta rendszerről, már ezt lehet egyáltalán annak hívni, amiben egyébként én magam is gondolkodom, és úgy vettem észre, hogy az emberek nagy százalékánál ez valamiért működik, persze nem mindenkinél, de hogyha egy kicsit nehézségeid vannak azzal, hogy hogyan lásd el a gitárnyokát, nehezzel lásd összefüggéseket, akkor lehet, hogy érdemes kipróbálni, mert lehet, hogy segíthet. Úgy vettem észre, hogy az emberek egy nagy százaléka ilyen vizuális beállítottságú vagy gondolkodású, és ez pedig pont arra épít. Ezt magamban úgy szoktam hívni, hogy csoportosítás. Ez pedig 2 bázisra alapoz, az egyik a hangnem, a másik pedig a húr. A hangnemek közül is leginkább a dur és a moll, hiszen ezek a leggyakoribb hangnemeink, illetve mindent ezekre vezetünk vissza, mindent ezekből származtatunk. És a húroknál pedig, hát aki egy kicsit is foglalkozott már ezen elmélettel, az tudja, hogy a legkönnyebb megjegyezni a hangokat az E-húrom és az A-húrom. Már hogyha lefogjuk ezeket az alapfekvés és akkordokat, mondjuk C, ugye annak az alaphangja C, tehát ez egy C hang. A G-nek ugye a G. Aztán ott vannak például az ötös bundok. Ugye, ha lefogunk egy ötös bundot, az a felette levő üres húrral egyezik meg. Tehát, hogy ez egy A hang, A húr. Aztán ugye a D hang, D húr. Aztán ott vannak például az oktávok a hetesben. E húr. Oktávja, ez is egy E hang. Vagy éppen itt. Úgyhogy ezeket a hangokat a legkönnyebb megjegyezni, tehát ezekre a dolgokra alapozhatunk. Tegyük fel, hogy G-dur hangnemben vagyunk, maga a csoportosítás az pedig körülbelül úgy néz ki, hogy megkeressük az alaphangokat az E-húron és az A-húron, és rájuk építünk egy-egy akkordképet, illetve egy-egy skálaképet. És akkor ezeket megpróbáljuk így fejben összekapcsolni. Tehát például, hogyha G-durban vagyunk, akkor itt van az egyik G-hangunk, ugye az E-húron, erre ráépítünk egy dur akkordképet, ez az E-dur kép felcsúsztatva. Aztán ehhez fejben hozzákapcsolunk egy pentaton skálát, amit most konkrétan a második újrend, tehát a do pentaton. És hozzákapcsolhatunk egy 7-fokú skála újrendet is. És akkor egyébként ez mindenhol ugyanígy működik, hiszen például, hogyha mondjuk egy C-durban lennék, akkor itt is ugyanezt az akkordképet használjuk, ugyanezt a pentaton képet használjuk, vagy pentaton újrendet, és ugyanezt a 7-fokú skála újrendet használjuk. Ugyanígy működik az A-húros verzióban is. Itt az alaphangunk, a G, erre ráépítünk egy dur akkordot, ráépítünk egy pentatont, és egy 7-fokút. És akkor ezt így fejben elraktározzuk, összekapcsoljuk őket, és akkor meg is van már a dúros verziónk. Ugyanígy a molloknál. Itt az alaphangunk, lefogjuk a moll képet, ez egy E-moll kép felhúzott verziója. Hozzá kapcsoljuk a megfelelő pentatont, amit éppen az első fekvés, tehát egy lápentaton. És a 7-fokú skálát. Ugyanígy A-húros verzióval, alaphang, moll akkordkép, ez egy A-moll kép felcsúsztatott verziója, aztán ja, a pentaton skála, és a 7-fokú. Ezeket csak egyszer kell így fejben rendszerezni, illetve összekapcsolni, és aztán bárhol, bármilyen helyzetben ugyanezeket tudjuk majd használni. Ez tehát a kiindulási alapunk. És akkor ezt szépen folyamatosan egyre tovább bővíthetjük, például szeptim akkordképekkel, major hét, domináns hét, hozzájuk kapcsolódó arpeggiók, bontások, moll hét, és mindezt ugyanúgy megjátszhatjuk a másik
képpel is, tehát az árulós verziónkkal. Hogyha már ezek mennek, akkor ugye kérdezhetjük, de mi van közte? Mert ugye egy fekvés, még egy fekvés vannak ugye közte is helyek. Hát itt is működhet például az oktávos módszer, itt egy E-húras alaphang, itt egy oktáv. Ehhez is ugyanúgy kapcsolatunk képeket, G-dur, G-moll, pentaton skála, kétfokú skála, stb. Szeptimakort képek, egyebek. És akkor, hogyha már csoportosításról van szó, akkor ez az E-húros képhez csoportosítható kép például. Aztán itt van az E-húros megfelelő. Ehhez is kapcsoltunk egy oktávot, erre is felépítettünk egy fekvést, és akkor így már nagyjából le is vettük a nyakat, mert hogy egymásba érnek a bizonyos fekvések vagy képek. Ezek a csoportosított képek, illetve formák természetesen improvizás közben is nagyon könnyen elő tudnak jönni, és könnyen használhatók. Kezdjük mondjuk az akkordokkal, például nyomok itt egy blues költ, és tegyük fel, szeretném egy kicsit itt-ott kiszínezgetni például. Itt például az E-húr köré csoportosuló képeket használtam. Egyrészt volt itt egy E-húros domináns hétakkordom, annak az oktávjára szintén épült egy, ki az ehhez a képhez kapcsolódik. Aztán utána használtam az E-húros megfelelőt, melyik egy C7-akkord, és az oktávjához kapcsolódó kép. De ez egyébként a szólóban is ugyanígy működik, hogyha kicsit így játszogatunk a skálákon és próbáljuk tudatosítani a hangközöket, akkor elég hamar meg tudjuk jegyezni például, hogy az oktávok hol vannak. Itt egy alaphang, itt egy oktáv, ott egy oktáv, amott egy oktáv. Vagy például a terceket, itt egy kis terc, ott egy kis terc. Anélkül, hogy tudnánk, hogy ezek konkrétan milyen hangok. Szóval ezek a relatív képek nagyon sokat tudnak segíteni, és ráadásul tologathatók, tehát akár itt játszom, akár amott játszom, mindig ugyanazokat a képeket fogom tudni használni, és nem kell mellette 600 féle hangnemnek a hangjét megjegyezni és tudni. Ez tehát egyfajta rendszerke az egyéb más rendszerkék közül. Valakinél beválik, valakinél mondjuk lehet, hogy nem, neki akkor érdemes egy másfajta utat keresni, másfajta megközelítéssel kísérletezgetni, ami vagy könnyebb lesz számára, vagy az is lehet, hogy éppen nehezebb lesz, és akkor mondjuk visszatér az előzőhöz, nem lehet tudni, ugye a puding próbálja az evés. Ez most lehet, hogy nem volt elég innovatív, minden esetre én szeretem a klasszikus bevált módszereket és megoldásokat. Nem érzem úgy, hogy szükség lenne ezeknek a megreformálására, de hogyha te igen, akkor nyugodtan érdemes ezzel kísérletezgetni és eljátszogatni. Lényeg, hogy mindenképpen foglalkozzunk velük, hiszen csak itt tudunk érdemleges véleményt alkotni. Na, jó gyakorlást! Szevasz!